Gundam. Itt érteni egy főtest rendezni. Most hát, első napecskénye vagyunk itt a Tauzinél. Itt vagyunk Ubentiben. Itt vagyunk az Attelzi körtére. Első. Másik irányba? Fölfelé? Szent Gyűjjön, Volganzi, Balú kapitány az élen. Első nap délutánja, a Schönbühel lábánál, háttérben az osztrák Dunakanyar. Lemegyünk a Dunapartra, megnézzük a várat a Dunapartjáról, aztán megyünk tovább a Traunzi irányába. Bámészkodó magyar turista. Dunahíd. És maga a Duna. Ciao. Megyünk Linz, Wunden. Még délután egy nagy fürdést rendezünk. Jaj, mert irtózatos meleg van. Tetszik akkor is. Első nap a Traunzinél. Yeah! Oh yeah, sunshine! Yeah, Juli van. A Kanti Fesztivál kevés közöttét a csepentünk. Hány nem van maga? Félhat? A nap még magasan, megmászottunk, majdnem belefestünk. Tudjuk, hogy lesz, hogy miért hátunk. Oh yeah, I love that.
Most hát első nap estén vagyunk itt a Tamuzinél. Tamás Tamustein. Nem tudom, melyik hallgassam. Moonlight Shadow. Hervágyban összük a tavat. Csak anyád magára borlasztom. Itt a nagy nyüzsgős. Ladikok. És valahol ott vagyunk mi. Ott vackoltuk el magunkat. Csúcs, templom és a top. Fél órás kereskedés után ez a legjobb pozíció, amit találtunk, úgyhogy holnap megfelelő fényviszonyok mellett itt lesznek a nagy fényképészkedések. Nos! Szerintem tökéletes. Ennél jobb képen is kell. Itt szigorú előtt a meret állom az előtérben. Munden belvárosa, este 10 óra. És itt jön a pöttyös trikóban. In front, Warren Balgill takes all the breakaways one by one to go and contend the finish. Last but not least, Urbestein, der Kevin Boys. That is what all men hate, baby. Que pasó? Lássuk, hogy a reggelén vagyunk. Indulunk biciklizni, Traunszit megkerülve. Lehet látni, hogy felhősünk az égen. Gyönyörű tisztelő. És gyönyörű szép idő váltál. Képes lap? Most nem? Rendben. Na, hát akkor indulhatunk. Vágjunk bele. Itt vagyunk Traunkirchenbe. Harangzúrás már elmulasztottuk. 15 kilométert jöttünk addig.
Hangolnak a zenészek. Készül az esti hatalra. Hello everybody! Itt vagyunk Ebenkiben. Az egyik felvonó indulási pontjánál. Ezt nem látom belőle. Hát így lemutatom a biciklőt. Tökéletesen felkészült a felvitóhoz. Ott van valahol balutatukán. Kicsit megüzött a hátam, mert a hátizsák kettő a hátán vizé. Tehát úgy vagyunk Ebenkiben. Különbenből jöttünk, fel kellett menni ehhez a társadalmiban. Ez sem. Stáció, inkább németül. Na és akkor most megnézzük ezt a választást. Hogy is néz ki egy ilyen. Na mit mondjunk rá, Balú? A lényeg. Offenzív. Ez a lényeg, ez a legnagyobb lényeg, meg az, hogy 10 fokos körülbelül a víz. Akkor mi a lényeg, még innen nem megyünk tovább, előre, csak vissza. 39 kilométert haladtunk idefelé. Még nem tudunk fényképet csinálni, mert akkorák a hegyek, túl közel vannak. Itt a Titanic. Hú, most már tele a bendő, akkor hát tudnék aludni. Na, mi a lényeg még való? Aha, még nem tudom a biciklutat. Menj valóda a vízbe, és látod benne ezt a szektrum. Hát én abban már nem megyek bele megint. Inkább megnézzük a... Jaj, de viszket a fenek! A bicikléseket, megnézzük itt a biciklőtön. Hát tulajdonképpen körbe fogjuk biciklizni a tavat. A másikon jöttünk. És ezen az oldalon megyünk vissza. Itt volt egy 9 kilométeres pöttyös trikós futam itt régén, egy szakasz. De hát csak legyűrtük. Most haladunk visszafelé, mindenfelé. Völtán tőzdető van. Jó? Aha. Ja, meg itt jól fog. Szomos lesz. Nekem is. Nem is 20-as tazalában, nem nincs egy 20, de... Itt a Traunkirchennél ott volt víz. Hol? Traunkirchen. Hát, ott valahol. Húzó vizet is láttam. Az innen már olyan 5 kilométer tőle.
fáradva? Olyan? Na hát itt megfigyeltő a vízi élet. Mondjuk hitallásokat nem nagyon lehet látni, de tegnap rengeteg volt a tavon. Nagyon szép, igen. Látod szemben azt a falat? Saját magunknak, akkor még nem voltak itt ezek a turisták. Itt hackoltunk a kukák mellett, és te valamilyen állat, ezt még valójában nem emlékszek rá, matatott, de bennünket nem bántott. Az időjárásról annyit, hogy Gundamban megnéztük, mi várható, hát ez várható délelőtre. Sőt az, sok jóval nem rükkol elő itt a dolog. De hát nem is számítottunk jó időre reggel, vagy délelőtt, viszont délutánra verőfényes napsütést ígér, úgyhogy itt készülünk. Hát én az éjszakát nem jól töltöttem, de Balázs se azt mondja. Óránként felriadtunk valamire. Most megreggelizünk, csapunk egy gyors reggelit, és utána átsuhanunk. Itt van a Hágó út, innen körülbelül 2 kilométerre van a Hágó útnak a teteje, és akkor lefelé, ami 5 perc alatt átérünk az Atterzihez. Vagyunk az Atterzi körtúra első 6 kilométerre után. Itt látható maga az Atterzi bizonyos szakasza. Éppen félúton vagyunk Unterrach felé, amely körülbelül még olyan 3 kilométerre lehet. Valahol ezek az a pár kétszer a kiházok. Ez a túl nyugati partja. És itt előrukkan a keleti part. Melyiket? Nem szabad nekem. Ja, jó. Nekem tiltva van. Az elején meg ilyen bevágás. Na, itt vagyunk Unterrachba. Hát a szokásos harang. Ennél a stégnél fölöttünk tavaly is pontosan. Ez az nagy Atterzi, az Atzgamergut legnagyobb tava. Talán gondolkozunk, hogy most fürödjünk, vagy majd kicsit később. Szerintem most is, és később is.
Igen? Behajolna az utca. Másik irányba? Tó felé? Jobb lenne, ha úgy emelrek megyen, ott a többet a kis kanap, de hát az valahogy nem nagyon akart. Hát úgy alakult, hogy ugyanott aludtunk el tegnap. Különbség van csak, hogy süt a napocska. És most irány a Monzi és a Wolfgang Zee. Itt vagyunk a Monzinél. Aztán megtetszett ez a hegy, meg ez a hálócska. Lehozom a congát, azt még egyet csinálsz. Jó. Monzi főtere.
Monzi templomának előterében állok. Jó magas. Már a felé van a tó. És itt van a főtér. Nem tudom fényképp visszaadja. Próbáld meg. Ez a világos, ez jobb meg tűnik. Hát ez a Szent Wolfgang Zsú. Úristen. Azért jöttünk fel ide, mert már 97-ben és fele is voltunk itt. Úgyhogy most megnézzük magunkat, hogy mennyire változunk az évek alatt. Most? Megcsináltad? Nem nagyon álltál ide. Hát nem, egészen a kisztában. Nem lehet látni? Köszönöm. Sötétpályát azt látom. Megjössz. Szentgyörgyünk főterén Szent Gyűjjön, Wolfgangzi. Balú kapitány az élen. Látni. Aztán. Na, Kulka. Miért az ég? Te a tövet elővetted? Elővegyek? Nézzük már meg ott a házat. Tehát az léptéke ennek, térképnek. Az összhossza mennyi a tónak? 24. Na mindegy, menjünk ki a partra. Akkor találunk. Ez a strób is lehet olyan rossz, de szerintem az már hosszú lesz. Pihenjünk volna inkább. Persze, ne legyünk tárgyi. Majd ezt... Melyiket?
veszed már fel, hogy jöjjek ki, csináltam, hogy visszatszak, jó? Jó, de akkor most bemész? Aha, bemegyek, hogy kiúszok, azt majd megpróbáltam. Jó, van, rólam veszem, jó? De akkor csinálunk egy versenyt. Te picert, én meg pillangózok egyet. Na, akkor gyerünk. De Marizsa, ne legyen feltűnő. Mondom, ne legyen feltűnő, majd inkább így messziről. Csak egyet? Hát, de már így elfogad veszteni a versenyt. Én a Szent Holgánci parcsán ragyogó napsütésben. Délután 5 óra, 30 fok. Második versenyszám. Nem kérem, csak pillangó. Készítsétek a mentővel. Csak ezt kell megmászni, így torony iránt, és akkor ott vagyunk. Vidám van, nem fáradtam. Hát így szabad szemmel nem látom. Jövő? Ott van a házikó, körülbelül 200 méter szintben még, itt tornyosulnak a nagy falak, ott a gleccser, az egyik, meg ott is, még, csak felhoztad, azt mondtad nem hozod. Mit fogsz? Ja. Hansa oda Stein. Na így néz ki egy... 2200-on vagyunk? 2190. Hát majdnem 2200. Most így néz ki egy
itteni szállás. Ott vannak a fekvőhelyek, ott fekszünk, középen. Biztos már meg. Te kit? Nézek ki. Te jól nézel ki, anya. 6 órás. Te jobban kinéznék ki is esnél. 6 órás mászás után. Hát annyi baj, 15 percet vertem balulra, de nem érdekes. Persze, nem is azért mondom, hogy nem is azért mondom, hogy erősebb vagyok, vagy állóképp csak úgymond. Tehát, zsá. Jó, még pénzünk is maradt, 15-50 volt per fő. Na most megnézzük az időjárást. Tökéletes az idő. Szakad az eső, ilyen hangja van. Nagyszerű. De még szerencsére felértünk az esőnél. Hát felértünk. Meg a konyha része. Nem lehet egy gulyásnak is. Van benne húsz? Jó, leges legjobb. Jó, barna. Ott jöttünk valahol, meg majd oda is megyünk vissza. Hát itt már lehet látni a hófoltokat, a Gletscher valahogy arrafelé, az eleje. Még ezen a ránci szakaszon átmegyünk. Nem átmegyünk, áthaladunk. A Gletscherig. Mert sok remény nincs arra, hogy ez kitisztulja, mert teljesítménytúrát nem csinálunk most. Kb. 5 órára lent vagyunk. Itt ilyen jelzésekkel van ötlőteremként ellátva az út, hogy nagyon nem lehet eltévedni. Minden esetre hideg van, fúj a szél, de hát izzadunk, felfelé megyünk. Hát ez az egyik reggelünk, már nem tudom, hanyadik. Ilyeneket már nem számolgatunk. Itt aludtunk a kempingnek a szélén. Egyébként elég kellemes helyszín. Csak szakadt az eső egész éjszaka. Most indulunk a Glockner útra. Tehát 1200-ban a ruhadivat. Ilyen kis egyszerű. Változnak a korok, ez 1250. Itt van egy 1590-es Solymász ruha. Egy 1620-as, ilyen D'Artagnan típusú. Hát madám, ez nincs kiírva egy mikori. Itt van egy 1760-as. Hol van ez? Ez a mosolygő. Most már így fürdezte is nálam. Itt van az alkatrész hozzá. Igen, és még semmi.
Hát nem is akarom, hogy hirtelen megmutattam el, hogy helyezek, szerintem az felszem őket csukják be. Na most ezek ilyen betegségeknek nézünk ki, fertőzésnek. És hol lehetett ezt elkapni? A bordéban. De lehetett ezt? Egy sáskák, egy poloska, vagy nem tudom, mik is vannak. Hát itt van a híres Werfenvára. Olyan régóta szerettem volna már látni. Itt vagyunk a Glockner úton. Felhívjuk alatt, ami látszik a Cross Glocknerből. Hát nem sok minden, de... Nem kék az ég. Egy perceken belül a csúcs is látható. Fortuna irányában. Egy ilyen házi úton keresztül. Van egy híg, megálltunk, a piros a lámpa. Tisztul egyébként az időjárás. Egy kék az ég. Különböző Fortunában is utána ilyen szépek itt vannak itt. Hatalmas megyennek meg itt. Átjöttünk egy házban 1690 évvel gyűlünk Fortunába, de 12%-os leütésű út szakaszon. Ezt önképeztük le ezt a nagyszágot, ezt a szépséget. Dél 12 óra van, megérkeztünk Fortunába, hatalmas száguldás után. Most 3000-esekkel van körbevéve. Katalán találás. Másik utat megtaláltad, amin bejöttünk 2 éve? Ott. Hát, hanem erre elmegyünk, akkor visszafelé. Szántot nem mutatom meg, jó? Szép lett pizza. Visszaérkeztünk Missouriába a tóhoz. Ezt a szenvedések után 7 kilométer és olyan kerülszik, hogy felfelé 15 százalék is emelkedő, hogy tudunk ezt kitettük. De úgy tűnik megérte.
ezt a túrát csináljuk a holnap. Onnan indulunk. Aranzóházhoz. Megkerüljük ezt a hármas tornyot. És akkor itt előtte vissza. Misurina felett vagyunk. És a három torony alatt. Innen indult a túránk. Mert 18 eurót kellett volna fizetni, innen kb. 3 km-re van egy kapu. Visszajöttünk az autóval, és gyalogosan indultunk neki. Hát itt valahol az erdőben egy nagy szerpentines gyalogos lényen. Fel kellett menni oda abba a házba először is. Olyan 600 méteres szint különbség. Utána figyelembe vettük a napállást, és nyugat felé indultunk, megkerülve a három tornyot, és akkor ott a másik oldalon ott voltak ilyen szintek, és fel... Ja nem, ez pont le. Akkor ha már ez volt a fel le. Na és akkor ott mászkáltunk sokat. Jól elfáradtam, lementünk ott egy másik házba is, és akkor... Viszket az orra! Hát és akkor ugyanígy szépen visszajöttünk, délután, nem tudom, egy óra körül. De elfáradtunk szépen. Most hát elindult a nagy marmalára túra. Ilyen kaliszkában vagyunk bezárva. Ezen a dúzasztalottunk át. És 2700 méterig visszfel bennünket ez a lanokka. Ott még balul. Csatlakozott hozzánk egy fickó. Hát ezt most pont nem látjuk, nem is érdekes. Hárma fogunk valószínűleg elindulni aztán, hogy hanem érünk oda. Nem sokára felérünk a végállomáshoz. Akkor egyszerűen elindulva valószínűleg erre fogunk elérni. Most értünk a láncos szakaszhoz. Azt hiszem, hogy lesz ott a csúcs. Mert itt kell valahol átmenni. Létrákon, kötőhágcsókon. Láncos része. Itt lentebb látom őket. It's a long way. Szomjas vagy? Nem. Would you like to some? No? Yeah. The weather is good. The sun is shining. The weather is good for climbing. Only the question, how long? Yeah. It can go very fast. I agree with you. Mondom neki, az idő tökéletes mászásra, és azt mondja, a kérdés az, hogy meddig. Visszateszed? Felvettük a hágóvasat, akkor nekivágunk ennek a gerincnek. Már nem sok van. Még egy óra is ott vagyunk. Bye bye. Smile. Jeez. National Geographic. We go home. This? Hello everybody. Jeez.
Nos, tehát felérkeztünk a második szakasz kezdetéhez. Egy láncos szakasz lesz, és itt fogunk felmenni végig. Most le kell venni a hágóvasat. Tomasz leveszi a hágóvasat, és akkor nekivágunk. Visszafelé majd így jövünk ott, csak hogy gyorsabb lesz. Most már lefelé tartunk. Ott jön a két olasz. A másik pedig talán ott. Most hát a rövid történet. Ezen a létrás szakaszon még felküzdöttük magunkat. Itt végig fel. És valahol abban a magasságban volt egy bunker, amit miután elhagytuk, felfelé menet, elkezdett szakadni az eső. Tehát gyorsan visszajöttünk. Egy órát körülbelül ott voltunk, ott kuksoltunk bent a ballangban, egy olyan körülbelül 4 méter hosszú, 2 méter széles. Szóval ott voltunk mi hárman, ott volt két olasz, egy hölgy és egy úr. Befutott egy szlovák srác, ő ment tovább. És egy óra elteltével én úgy határoztam, hogy visszaindulok. Most jöttem is szépen, lejöttem a láncos szakaszon, és akkor vettem észre, hogy Balázs kiabált, hogy jönnek ők is. Tehát itt megvárom őket, és akkor együtt megyünk le. Hát nem sikerült, 3000 méter magasan voltunk körülbelül, az időjárás beleszólt. Egyébként ez nagyon nehéz ez a létrás szakasz. Borzasztó nehéz. Csúszik a kő, mert vizes. Nagyon lassan lehet haladni, és nagyon figyelni kell. Hatalmas ügyességet kíván. Szóval a marmaláda az nincs teljesítve. Ez fekete pontot beírunk magunknak, de hát várnak otthon, és nem az volt a cél, hogy felmenjünk minden áron. Visszajöttünk a kőstehezhez, szaladni kellett, mert elkezdett esni az eső. Valóta el is kapta egy kicsit. Tomasz, való beszélgetni. Kőstehez, ó, sajnálom.
tizedik nap, ugye? Marmaláda megmászása után átjöttünk a Farzarégóhágón. És tulajdonképpen itt van Cortina felett. A Dolomitok fővárosa felett. Két nappal ezelőtt itt kicsittünk ezen a hágó után. Itt jutottunk a Cortinába. És akkor észak-nyugati irányba indultunk tovább. És ezt a tömböt kerültük meg. Na, ez mi nem volt? Akkor itt az utolsó nap. A Dolomitokban, a Michelin-tó. Hatalmas a pillanatban. Michelin a városka. Az ablaktörlő csak azért jár, hogy ne legyen unalmas. Persze. Amúgy sőt a nap lehet látni. Sőt a nap lehet látni ezeket a dokumentumfilmeket. Egyébként jó az idő, csak hát most nem is azért. Milyen volt tétvédélésként? Éttermek. Hamarad is párok minden irányban. Én viszkét is szüpörgetik a lányokat meg már. Igen. Ez is meg volt. Mindjárt megállunk szállítani. Hát egy kedvenc parkolóhelyünk, alvóhelyünket mutatom most meg. Nincs videóra véve. Lienz előtt vagyunk. És már harmadszor aludtunk itt. Egy hátránya van talán, hogy közel van az úthoz, de tökéletes alvóhelynek bizonyult. Utolsó nap itt Ausztriában. Nincs idő, amit Grossglockner lábánál, Ausztria legmagasabb hegye, 3798 méter magas. Megpróbálok elközelíteni a csúcsra. Tulajdonképpen egy kettős csúcs. A bal oldali a Kisglockner, a jobb oldali a főcsúcs. Ezen a gerincen kell, illetve ezen a hómezőn felmenni. Az éjszakát a turisták ebben a házban töltik. Ez körülbelül olyan 3200-3300 méter magasan van. Az első nap ide mennek föl. És a második nap hajnalban innen indul a csúcstámadás. Megmutatom a vonulat további részét. Itt látható jó Johannesburg. És a lábánál pedig a Pasterzi. Amely Ausztria legnagyobb gletsere. Az itteni információ szerint körülbelül 6-6,5 km hosszú.
mint általában a föld gleccserei, ez is visszahúzódóban van. Lehet látni az oldal morénákat. Gleccser valaha körülbelül eddig a vonalig kért fel. Lehet látni, ki is van kezdve a kőzet. Most az évek folyamán visszahúzódott, ami maradt mögötte ez a kőmoréna. Néhány évtizeddel ezelőtt, még ebben az évszázadban itt valószínűleg gleccser volt, de most már itt van csak a gleccsernek a széle. Ha így folytatódik a földnek a felmelegedése, valószínűleg ez is el fog tűnni. Mint oly sok más gleccser, például a Pireneusokban. Ott a visszahúzódott gleccserek száma eléri már a 30-at. Itt van a gleccserbán, tulajdonképpen ez egy ilyen kis vasút, amivel le lehet menni a gleccsernek a lábához. Megpróbálok elközelíteni a gleccserre, hát ha találunk ott egy kis mozgó alakot. Aha, ott vennek. Ők azok, akik lementek a vasúttal, a gleccsernek a lábához, és oda tudnak sétálni. Meg tudják érinteni a gleccsert. Az ilyen koca turisták is. Minden megerőltetés nélkül. Pénztárca kérdés az egész. Mutatok egy kicsit itt a parkolóházból, a fölötte lévő vonulatból. Hát itt mindig ilyen jó időben hatalmas tömeg, mint ahogy most is látható. A víz hőfoka 18 fok, úgyhogy ezt bírjuk. Végig lehet az a víz. Bementünk a Wallenstadtba, itt a tónak a keleti oldalán, a keleti szélén található, de nem találtuk meg a plást, úgyhogy jöttünk szépen tovább. Na, Klausenpass. Mit szólsz az első olyan gleccserhez, amivel 5 méter, sőt, feküdted érintem? Fantasztikus látvány, pozitív cikáról jelentkezik. Elég részeti falának egy része. Az egyik hajtőkanyarban megpillantottuk a Leutebrunnental látképét. Talán innen a legszebb. Jó, hogy eljöttem veletek. Nézőink, 5. nap reggelén, Ihone az Áreslukt. 1 méterre szűkül össze a kanyon. Talán ez a legkisebb távolság. Itt vagyok az egész hon csúcsán. Megmutatom Európa leghosszabb gleccserét, az Aletsch gleccsert. A hegy északi és keleti fala látható. Hegyi égszobor. Tőke. Sirán vissza. Sirán. Utolsó nagyon gyors bejelentkezés a Falzaregó hágóról. Balázsék ide mentek fel, felvonulva. És a marmoláda, ez pedig ott van a távolban.